Több helyszínen egy teljes napig forgatták a klip anyagát a Felezhetetlen együttes tagjai az Eljön az idő című számukhoz. Főszereplői a tehetséges zenészek voltak, a háttérmunka során pedig igazi szakemberek segítették a film létrejöttét. Én még sose voltam ilyen klip forgatáson, és 3 perces a szám. Azt gondoltam, hogy kész van egy pillanat alatt, de egész nap forgattuk. Hihetetlen, de nagyon élveztem. Többféle helyszínt, több mindent csináltam, stoppoltam, Buzába mentem, öntözőcső tetején ültem. Az egész nap eltelt ezzel, és a végén meg zenéltünk. És nagyon sokat, és nagyon élveztem. Az együttes igazán különleges stílusban muzsikál, és azért esett a választás most pont erre a dalra, mert a zenészek szerint ez a szám befogadhatóbb az átlagember számára. A stúdióban, amikor ezt játszottuk fel, kérdezte tőlem a stúdiós, hát milyen stílus? Hát mondom, én mondd meg te. Hát ő nem tudja. Mondom, de jó. Akkor jó, mert akkor valami különleges. Igazából nem tudom, egy kicsit rockos, egy kicsit alternatív, egy kicsit szálós, úgy egy picit minden van benne, ami belőlem jött. A lemez sajátossága, hogy csak saját dalokat tartalmaz. Mint megtudtuk, ezzel az albummal egy álom vált valóra. Meg kellett érni, hogy ez a lemez így, hogy egyáltalán ezt így elő tudjam adni, és hogy megszülessenek ezek a számok, erre meg kellett érnem. Nekem. Az együttes egyetlen női tagja Hortobágyi Mónika, aki vokálos, illetve zongorán játszik. Az ő nevéhez köthető többek között a formáció neve is. Engem nagyon befolyásolt az egész lemeznek az egysége, tehát ahogy így dolgoztunk rajta egy csomót, és belemélyedtünk tényleg úgy a legmélyebb bugyraiba ezeknek a számoknak. Így az egész tényleg egy olyan egységgé formálódott, ami tulajdonképpen már ez generálta ezt a nevet. A tervek szerint, amint lesz lehetőség, elindul a Felezhetetlen lemezbemutató koncert turnéja. Remélhetőleg Kalocsán is látni, hallani fogjuk a zenészeket. A velük készített teljes interjú és a friss videóklip a Kalocsa TV Múzsa kulturális magazin műsorában június 9-én este 7 órától lesz látható.